Köszöntöm a kedves nézőket, Hordós Johanna vagyok, veszprémi születésű zongorista. Felsőfokú tanulmányaimat Ausztriában végeztem. A mai előadás és az azt megelőző kutatás a Kőszegi Felsőfokú Tanulmányok Intézete támogatása által jöhetett létre. Az elmúlt hónapokban Kőszegen, illetve Veszprémben kutattam olyan zongoraművek után, zongoradarab után, amik viszonylag kevésbé ismertek és kevésbé szerepelnek koncertműsorokon. Feladatom ezeknek feljegyzése, katalogizálása, illetve repertoáromba való beépítése volt. A mai eseményre tehát ezekből a darabokból válogattam össze párat, és állítottam össze önöknek egy csokrot. Előadásom első felében veszprémi darabokról lesz szó. Bizonyos okokból ezek a darabok felvételről lesznek hallhatóak, viszont az előadás második felében, ahol Kárpáti Sándor kőszegi zeneszerző műveiről fogok beszélni, azt úgymond majd élőben hallhatják, tehát magam fogom megmutatni a fontos részleteket a zongoránál, és utána a darabokat egészben is el fogom önöknek játszani. Kutatásom első helyszíne tehát Veszprém volt, és a veszprémi Székesegyház kotta és levéltárában kutattam bizonyos darabok után. A Székesegyház költöztetése miatt és a kottatár költöztetése miatt rendkívül nehéz volt ezekhez a kottákhoz eleinte hozzáférni, de a nehézsége elkerülése után mégis sikerült olyan darabokra bukkannom, amiket eddig én magam sem ismertem. A kutatásom első felében elsősorban olyan darabokat találtam, amik dalkíséretek, tehát zongorára és énekhangra íródtak. Ebből szeretnék majd hamarosan lejátszani önöknek kettőt. A szerzője ennek a két műnek Alexandrina Eszterházi Rossi grófnő volt, a 19. század második felében élő német zeneszerzőnő, aki bizonyos források szerint Liszt Ferenccel is jó barátságot ápolt. Tehát a romantika zenei irányzathoz tartozik, mint zeneszerző. A két dal, amit hallani fognak, Ave Maria és O Solutaris című mű, a felvételen Wickman Flóra testvérem énekel, és én magam kísérem zongorál. Ezt hallgassák meg most. Oh.
A következő témakör és az ott kikutatott művek szintén Veszprémhez kapcsolódnak. Kutatásom második felében viszonylag későn leltem rá a Veszprém vármegyei Nóták című gyűjteményre. Eleinte elkerülte a figyelmemet, mivel a címben Nóták szerepel, és erről nem zongoradarabokra asszociálunk. De ezek után kiderült, hogy a kötet 136 verbunkos táncdarabot tartalmaz, amik zongorára lettek átírva, tehát én magam is fel tudom használni a kutatásomban. A verbunkos szó eredete a verbunk német szóból ered. A mai időszakban inkább hirdetés formában használjuk, de régen toborzást is jelentett. Toborzó zenével, illetve tánccal próbálták verbunkos tánccal és verbunkos zenével csábítani az ifjú magyarokat a katonai életre. Ezek a zenék rendszerint cigány prímások hegedűjén terjedtek, tehát nem lettek lejegyezve, viszont a 18. század végén és 19. század elején felerősödik a magyarokban nem csak az önálló nemzet iránti vágy, hanem az önálló magyar nemzeti zenei nyelv megteremtése iránti vágy is. Egy ilyesféle indítatásból jött részre Veszprémben a Veszprém megyei zenei társaság, melynek egy fontos alakja Ruzsicska Ignác volt. Ruzsicska, Csermák és Lavotta fogott össze, hogy a legszebb verbunkos dallamokat összegyűjtsék, és nyomtatásban megjelenítsék. Ennek az összefogásnak a gyümölcse tehát ez a kötet, a Veszprém vármegyei Nóták kötet, mely 136 verbunkos tánczenét tartalmaz zongorára átírva. Szerkesztője ennek Ruzsicska Ignác volt. Most szeretném, hogyha két darabot meghallgatnánk ebből, egy lassú és egy friss magyart, ezek rendszerint együtt állnak, a lassú és a friss tételpárok, és a felvételen Horváth Anikó játszik korhű hangszeren. Thank you.
zenét meghallgatván szeretnék egy pár jellegzetes stílusjegyet, verbunkos stílusjegyet önöknek mutatni. Hallhattuk, hogy jellegzetes a pontozott ritmus, a díszítés, a cifrázás és a lassú-gyors tételek váltakozása. Ebből szeretnék most mutatni. Ez volt az első témánk. Itt egyből hallhatunk egy pontozott ritmust. Ugye a pontozott ritmus az azt jelenti, hogy megnyújtjuk az első nyolcadot, és annak az ellentéte az éles ritmus, amikor a második nyolcadot nyújtjuk meg, és az első lesz a rövid, tehát a hosszú, ez a pontozott, és a nyújtott pedig a... Ez a két ritmus nagyon jellegzetes erre a zenére, illetve az úgymond magyarosnak tekintett zenére is. Ami még rendkívül fontos, az a triolák használata, tehát amikor együttésre érkezik három hang, vagy... Ezek a triolák. Ez rendkívül jellegzetes. És még azt szerettem volna elmondani ezzel a korszakkal kapcsolatban, hogy a 19. században a verbunkost tekintették magyar zenének. És ez több zeneszerzőt a későbbiekben is inspirált, mint például Liszt Ferencet, neki voltak a több magyaros darabja, ahol verbunkos dallamok kerülnek elő, vagy például Brahmsnak a magyar táncai. És a következő témánk, ami ugye Kárpáti Sándor műveiről szól, abban is az első darabban felfedezhetünk bizonyos verbunkos motívumot. Azt is ugyanígy meg fogom mutatni önöknek. Az előadás második felében, tehát Kárpáti Sándor öt különböző művét szeretném önöknek bemutatni, bizonyos fontos részletekre felhívni az figyelmüket, és utána darabonként mindig el fogom játszani egészben is a művet. Kárpáti Sándor Kőszegen született, a 19. század második felében és 20. század első felében is élt, tehát mondhatjuk, hogy 20. századi zeneszerző volt, ennek ellenére inkább a tradíciókhoz ragaszkodott, tehát zenéje nem modern, úgymond, tehát nem 20. századi hangzásvilágú, hanem jobban ragaszkodik a romantikus gyökerekhez. Ezt a darabokkal kapcsolatban is fogjuk majd tapasztalni. Az első darab, amit elhoztam önöknek, a Kis Magyar Ábránt című darab. Ahogy az előbb említettem, Kárpáti Sándor is használja verbunkos motívumokat. Ezt most be fogom mutatni önöknek a zongorán, az első pár ütemet. Már az előbb is bemutattam, a jellegzetes ritmusokat. Ugye a rövid-hosszú, utána a hosszú-rövid. Tehát éles ritmus, nyújtott ritmus. És utána a triolák, amiről már szintén beszéltem. Akkord felbontások fölle, ez is nagyon jellegzetes volt a verbunkos zenére. Még annyit szeretnék ehhez a ritmushoz hozzáfűzni, hogy az éles ritmus, a magyar éles ritmus, az abban különbözik például az olasz zenében használt éles ritmusról, hogy az első ütésen van mindig a hangsúly. Ezt el lehet mondani a szinkópára is, amit mutatok, hogy hangzik. Ugye egy rövid, egy hosszú és egy rövid ütés. A magyar zene esetében az első ütésen és a másodikon is van hangsúly. Véleményem szerint, illetve bizonyos források szerint ez a magyar nyelvből ered. Mert hogy magyarként ugye tudjuk, hogy minden egyes szó elejére tesszük a hangsúlyt bizonyos más nyelvekkel ellentétben. Tehát rendkívül fontos, hogyha magyar zenét, véleményem szerint természetesen, ha magyar zenét játszunk, akkor az első, az főleg az ilyen magyaros karakterdaraboknál az első ütést is hangsúlyozzuk, tehát ne csak a másodikat. Tehát ne csak, hanem
Kis Magyar Ábrán című darabnak a karaktere, tehát rendkívül büszke, férfias úgymond, ő magyaros mindenképpen, és ebben is megfigyelhetjük, ahogy már mondtam a Verbunkos zenénél is, hogy váltják egymást a lassú és gyors tételek vagy részek ebben, ennek a darabnak az esetében. Ugye Kárpáti Sándor, mivel a 20. században élt, akkor már sokkal több lehetőséggel rendelkező zongorával rendelkezett, úgymond. Tehát az előző műveknél, az előző verbunkos műveknél hallhatták, hogy ott volt egy dallam, és hozzá a bal kéz, az csak kvázi akkordokat, kíséretet játszott. Itt Kárpáti már sokkal jobban kihasználja a zongora adta lehetőségeket, ezt majd hallani fogják, hogyha egybe eljátszom hamarosan a művet. Alaphangnemünk az D-moll, ami egy rendkívül sötét és tragikus hangnem. És most pedig szeretném egyben eljátszani ezt a művet, és arra kérem, hogy hallgassák az eddig elmondott információk szerint.
második darabunk a Gavotte című darab. A Gavotte az egy francia tánctétel, és a barokkban egy stilizált suite tánctétel is volt. Kárpáti visszanyúl ehhez a műfajhoz. Gavottról fontos tudni, hogy az alaplüktetése az mindig egy felütéssel indul, két rövid ütéssel, és utána az egyen van a hangsúly, ezt mutatom is. Tehát hallhattuk, hogy két röviddel indul, és itt van a súly. Ez egy elegáns, viszonylag könnyed tánc volt, és a kezdetekben a párok, akik táncolták a darab végén, vagyis a tánc végén megcsókolták egymást, utána elhagyták ezt a szokást. A Gavotte című darab G-durban van. G-durról kell tudni, hogy egy rendkívül üde, fényes, könnyed hangnem. Tehát jelenleg nincs semmi olyasféle dráma, mint ami az előző esetben volt. És egyfajta bája is van egy táncnak, ezt fogják hallani, hogyha majd eljátszom egészben. Ami még fontos, amit el szeretnék mondani, hogy hármas tagulású ez a darab is, ahogy az előző darab is volt. Tehát az előző darab esetében volt ugye egy gyors rész, utána egy lassú, utána egy gyors. Itt viszont nem a tempók váltakoznak, hanem a harmónia világ és az egész résznek a karaktere úgymond. Tehát az első rész az egy teljesen szokásos, akár egy barokk darabnak is, kései barokk darabnak is elmehetne, de a második résznél majd megfigyelhetjük, hogy Kárpáti bebecsempész egy-egy romantikus hangzásvilágot, úgymond harmónia világot, bizonyos akkordokat, amit meg is mutatok. Ilyesfajta akkordokat nem nagyon használtak a barokkban. És ezután még van egy teljesen különálló középrész, ahol az egésznek a felépítése is teljesen megváltozik. Mert hogy eddig, ugye azt tudnunk kell, hogy a barokk művek esetében a szerkesztésmód, barokk művek szerkesztésmódja az elsősorban a polifónián alapult. A polifónia több szólamúságot jelent, ami azt jelenti, hogy minden egyes szólamnak megvan a saját feladata, a saját szerepe, és önálló életet él. Tehát zenészként, zongoristaként feladatunk minden egyes szólamot külön-külön hallgatni, akár csak egy kórusban hallgatnánk három vagy négy különböző szólamot. Ezt meg szeretném mutatni, hogy hallhatjuk ezeket a különböző szólamokat. Tehát a téma esetében ugye van a szoprán, amit először meghallunk, utána hozzájön egy alt szólam is. És utána még hozzájön a bal kézben is legalább egy, de sokszor kettő szólam. Tehát a zenésznek kötelessége minden egyes szólamot éltetni, úgymond. Tehát nincsen dallam-kíséret viszony a polifóniában. De Kárpáti ennek ellenére, hogy ugye egy barokk tételt alkalmaz kvázi, ennek ellenére kilép ebből a szerkesztésmódból, és egy romantikus, úgymond egy romantikus szerkesztésmódot alkalmaz, ahol a dallama fontos, és a kíséret az kvázi alárendelt. Tehát ezt belecsempészi a darab közepébe, mutatom is. Hallhatjuk, hogy megőrzi ezeket a felütéseket, amik a Gavotte táncból erednek, de ennek ellenére becsempész egy olyan dallamvilágot, ami abszolút egy romantikus darabra lenne jellemző. Ettől különleges ez a darab, mert holott megőrzi a struktúrát, meg a formát, mégis belekever egy kis romantikát. Ezt fogom önöknek megmutatni, amikor egyben eljátszom az egészet.
Harmadik darabunk Tündér Ilona tánca. Ez Kárpátinak az Árgyilos királyfi és Tündér Ilona című táncregéjéből, színpadi műből egy részlet. Szeretném majd bemutatni, hogy hogy kezdődik a darab, az rendkívül érdekes, és hogy mi adja, milyen zeneszerzői eszközök adják majd nekünk a tánckaraktert, és hogy az egésznek milyen a hangulata és milyen a karaktere. Az első rész az teljesen különállóan indul a témától, tehát az én személyes véleményemhez az az effekt, amikor látjuk a színpadot, esetleg látjuk már a helyszínt, fel is húzódik a függöny úgymond, és csak utána lép színpadra a főszereplő, vagy a két főszereplő. Mutatom ezt a részt. És most jönnek a főszereplők. Itt ugye hallhatjuk, hogy ez egy tánc. Tehát Kárpáti ez a tánchoz egy keringő ritmus választ, ami azt jelenti, hogy hármas lüktetés, mindig az első a hangsúlyos, és a második, harmadik pedig a könnyed. Tehát ezt a bal kéz adja nekünk ezt az alapkíséretet. Ugye tudhatjuk a táncból is, hogy mindig az első lépés a súlyos. Viszont a könnyed tánckarakter ellenére Kárpáti hozzárak egy rendkívül, véleményem szerint kétségbe esett és szomorú dallamot. Itt megfigyelhetjük ezt a sóhaj motívumot. Ez a ilyen hangközt hallunk, hogy kis szext lépés felfelé, az mindig rendkívüli szomorúságot fejez ki. És utána még hozzárak egy kis szekundot, tehát egy fél hanglépést. Ebből jön a sóhaj motívum. Tündér Ilona táncáról van szó, tehát én el tudom képzelni, hogy a motívumok végén ezzel az effekttel úgymond Tündér Ilona kvázi mindig tovább perdül. Tehát ebből is van egy ilyen könnyedebb, táncosabb karaktere, de maga az a darabnak a hangulata ezzel teljesen ellenkező. Ez a sóhaj a darab során egybe kétségbe esettebb lesz, és a darab második felében bizonyos időre, holott elérünk bizonyos dur hangnemeket, de csak rövid időre. Tehát úgy mondta, én el tudom képzelni, hogy ennek a jelentése az, hogy a szerelmesek mondjuk egy rövid időre egymáséi lesznek, de utána a valóság az teljesen más, mivel a darab ismét ebben a szomorú émon hangnemben záródik. És az az érdekes, hogy ahogy már mondtam, az előző két darab esetében is, ugye, hogy hármas osztású, ez a darab is három részből áll. Tehát ABA forma, a harmadik rész mindig ismétlődik, tehát az az első rész. És itt, ami rendkívül érdekes szerintem, hogy a második rész az C-durban záródik, azt mutatom mindjárt, és utána visszasüllyed, szó szerint visszasüllyed a basszus segítségével a szomorú hangnemben, a szomorú hangulatba. Ezt szeretném csak mutatni. És itt C-ről visszasüllyedünk H-ra, ugye ami az émolhoz visz majd el. Akkor most szeretném, hogyha egyben meghallgatnánk ezt a művet.
Negyedik darabunk egy ismét teljesen más karakterű induló, a címe is az, hogy induló, karaktere méltóság teljes, nemes, ünnepélyes. Kárpáti ehhez az A-dur hangnemet választja. Ez a témánk. Hallhatjuk a triola mozgást. Mi véleményem szerint mindig egy mozgást. Az indulónál tudjuk, hogy valamennyire statikus, de ez a triola mégis ad neki egyfajta előremenés, egyfajta mozgást. Az érdekesség ebben a darabban, hogy a középrész az itt is nem tudatosan válogattam így össze, de valamiért minden darabnak a felépítése az ABA forma szerint zajlik, úgymond. Tehát itt is a középrész az teljesen más, és visszatér aztán majd az alaptémánk. Ugye a középrész az véleményem szerint egy gyászinduló, mert hogy ámolban van, és a triola lüktetés is eltűnik, tehát sokkal statikusabb, tragikusabb lesz ettől, mutatom is. Először mutatom a témát, és utána a gyászinduló témáját. A bal kéz adja nekünk az alaplüktetést, ezt a rendkívül szigorú, statikus lüktetést. Ugye beszéltem már különböző szerkesztésmódokról, tehát a polifónia, amikor minden szólam egyenrangú, és olyanról is, amikor a dallamé a főszerep, és a kíséret az úgymond háttérbe szorul. Ennek a darabnak az esetében Kárpáti mindkét szerkesztésmódot használja, tehát a témában már alapból felfedezhetünk egy ellenpontot, egy másik szólamot, ami az alapdallamunkat ellenpontozza, ezt mutatom. Ez is a baroknak egy rendkívül, az ellenpont egy rendkívül kedvelt szerkesztésmódja, de utána majd lesznek olyan részek is, ahol a balkész kvázi a kíséret szerepét tölti be, tehát ezért mondtam, hogy ez egy ilyen vegyes szerkesztésmód. A gyászinduló második felében hallhatunk egy úgymond véleményem szerint kérdésmotívumot. Ez a kérdés a darab előre haladtával lesz egyre vehemensebb és egyre virtuózabb. Tehát mondhatnánk azt, hogy próbál kiszabadulni ebből a gyászinduló karakterből, és a végén egy virtuóz rész után sikerül is neki, ahol ugyanis visszatér a téma megdicsőülve, és itt már nincs úgymond kétségünk. Tehát az utolsó rész a téma egy rendkívül ünnepélyes karakterrel látja el Kárpáti, itt, és a hármas osztás az rendkívül fontos, és most szeretném egyben eljátszani a darabot. Thank you.
elérkeztünk mai előadásunk utolsó darabjához, Kárpáti Sándor Ábrándozás című darabjához. Fontos tudni, hogy ez egy Schumann darabon alapszik, tehát a Schumannnak van egy gyerek jelenete, Kinderszenen ciklusa, és abból a Träumerei, az álmodozás, az az eredeti darab, ami aztán inspirációt adott Kárpátinak ennek a darabnak a megírásához. Szeretném először megmutatni az eredeti dallamot, és utána azt, hogy ebből mit kreált Kárpáti. Tehát a Schumann eredeti darabnak az első pár üteme. Rendkívül íres darab, lehet, hogy önök is ismerik. Ezt a témát dolgozza fel Kárpáti. Itt a címadásnak rendkívül fontos szerepe van, mert az, hogy álmodozás, vagy Kárpáti darab esetében ábrándozás, ez is már megadja nekünk az alaphangulatot, az alapkaraktert. Tehát egy rendkívül nyugodt, úgymond álomvilágot kreál nekünk, és szeretnék egy pár szóval arra kitérni, hogy erre mik a zeneszerzői eszközök. Ugye hallhattuk Schumann darab esetében is, hogy a fő téma az az érdekes, hogy egyre nagyobb hangközöket, ugye van a dallamban, és egyre nagyobb hangközöket használ, tehát először szekund, az két hangtávolsága, utána terc, ami egyen nagyobb hangköz, három hang, utána pedig kvártra lép föl, ami négy hang távolsága. Ez adja nekünk ezt az véleményem szerint, ezt a fajta, amikor az elménkben kifejlődik egy ilyen ábránd, vagy álom, és így egyre képzeletünk az így egyre messzebb, képzeletünkben egyre messzebb járunk, úgymond. És Kárpáti ezt az effektet ugyanígy használja, mutatom az ő témáját. Ebben az esetben szintén szekund lépés, terc lépés, kvárt lépés, tehát egyre nőnek a távolságok, úgymond a hangok között. Még arra szeretnék kitérni, hogy Schumann is és Kárpát is egy rendkívül komplex zenei struktúrát használ. Tehát, hogy itt is a polifónia az ami a legfontosabb ennek a darabnak az esetében. Tehát van nekünk ugye dallamunk, de ezen kívül még van három másik szólamunk is, amit ugyanúgy a fülünkkel, önöknek is, de elsősorban nekem, mint előadóművész, minden egyes szólamot kell követnem, és ebből adódik az egyik komplexitás. Másik az, hogy Kárpáti a darab előremenetével nagyon különleges, már-már szinte jazz-szerű akkordokat csempész a darabba, úgymond, és ettől lesz egy ilyen rendkívül különleges hangulata. Az alaphangulatunk, ahogy mondtam, az nyugodt, álmodozó. Itt is, ami fontos, és amit már sokszor említettem, hogy hármas tagolás. Tehát van egy A témánk, van egy úgymond kidolgozás, a B rész, ami ebben az esetekben egy kicsit kétségekkel teli. Tehát itt a nyugodt karakter egy kicsit megváltozik, de utána visszatér az alaptémánk. És még egy dolgot szeretnék erről elmondani, hogy ahogy egy ilyen sok frázis esetében, ahogy egy ilyen ábránd kialakul, az többször egy ilyen rendkívül érdekes harmóniávilággal ellátott lefelé csúszó motivum követi, ami véleményem szerint lehet az, tehát csak fantáziám beszél, tehát az, hogy van egy ábrándunk, de utána mégis
visszahullunk a valóságba, és ezt Kárpáti szerintem gyönyörűen leírja, mert hogy mutatok majd egy-két ilyen részt, és szerintem ez rendkívüli hatást ér el. Szeretnék egy ilyen részt megmutatni. Tehát amikor így lefelé csúszunk az ábránból, úgymond. Vagy például... Elsősorban az alsó szólamok, tehát a basszus és a tenor szólamok félhang lépései adják ezt a csúszás effektet. Tehát itt teljesen elvesztjük az alaptonalitást, és nem tudjuk, hogy hova fogunk kiukadni. Végül az utolsó részben, ugye már említettem ilyet, hogy kérdésmotívum, itt is elérkezik egy ilyen. Az egésznek a végé véleményem szerint ebben a kérdésben összpontosul, és ami érdekesség, és amit magam véltem felfedezni, hogy ez a motívum rendkívül fontos, ez a lépés, az úgynevezett tritónusz, vagy bővített kvárt hangköz. A zenében mindig valamiféle bizonytalanságot, rendkívüli feszültséget jelölt. Hogy miért? Azért, mert egyrészt nem tiszta hangköz, tehát nem tiszta kvárt vagy tiszta kint, hanem a kettő között, és sokfelé oldódhat. Oldódhatna például ide is, vagy, tehát nagyon sok megoldása van. Tehát kvázi, mint egy kérdés, és arra kapjuk meg a választ, amit majd hamarosan hallani fognak, hogy Kárpáti erre a költői kérdésre milyen választ talál. Még azt szerettem volna mondani, hogy éppen játszom egy, ugye ez Schumann darabon alapszik ez a mű, és éppen játszom egy Schumann darabot, a Warum című, ami azt jelenti, hogy miért, tehát a darab cím az, hogy miért, tehát egy kérdés, és abban a darabban felelhető ugyanez a motívum. És itt is ugyanaz a materiál. Ez lehet egyfajta tisztelgés is Schumannnak, véleményem szerint. Tehát a kérdés utána egy válaszsal zárul, amit nem sokára hallani fognak, amikor eljátszom egészben a darabot. De mielőtt eljátszanám egészben, szeretnék még pár szót mondani. Elsősorban köszönetet szeretnék nyilvánítani a Kőszegi Intézet munkatársainak, akik segítettek, hogy létrejöjjön ez az esemény, és Veszprémi önkormányzat támogatását is köszönöm, és az ott dolgozó Emtót Antal professzor segítségét is szeretném megköszönni. És még azt szerettem volna mondani, hogy kutatásom, illetve a jelenlegi előadás remélhetőleg mutatja, hogy érdemes olyan darabokkal is foglalkozni, amik annyira nincsenek fókuszban, tehát amik nem szerepelnek annyiszor koncertműsoron, érdemes Kárpáti Sándornak művei után is nézni, mert rendkívül gazdag az életműve, tehát szerepelnek benne színpadi művek, nagyobb lélegzetvételi művek, és köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmüket, és most szeretném eljátszani az utolsó darabot, Kárpáti Sándor ábrándozás című darabját.